stílusosan extravagáns vagy épp kifinomult formavilágú szemüveg önkifejezésünk része lehet, hogyha a hozzánk illő darabot választjuk. Anna Mária, milyen szempontokat vegyünk figyelembe akkor, amikor szemüveget választunk? Nagyon fontos szempont figyelembe venni a bőrtónusunkat, illetve az arcformát, valamint azt, hogy mi a célunk a napszemüveggel. Talán az arcforma a legmeghatározóbb a napszemüveg kiválasztásakor. Döntsük el, hogy mit szeretnénk. Szeretnénk kiemelni akár egy szögletesebb arcot, vagy finomítanánk egy kerek napszemüveggel, illetve az ellenkező esetben is érdemes többfélét megnézni, mennyire sokat változtat az amúgy is meglévő arcformánkon egy napszemüveg. Melyek a legizgalmasabb napszemüvegtrendek 2019-ben? Újra előtérbe kerültek a fémkeretek, egészen raffinált szármegoldásokkal, illetve vannak olyan acetátkeretek, amik alapvetően nagy, sötét műanyagból készülnek, de apró kis átlátszó részekkel kombinálják, ettől is lesz izgalmasabb. Túlméretezett aviátor szemüvegekkel is találkozhatunk, amik nagyon szép színekben pompáznak. Mi jellemzi a szemüvegek színvilágát, illetve a lencse maga mennyire harmonizál, vagy mennyire üt el a szemüveg keretétől? Egy nagyon érdekes trend, amit már tavaly óta követünk, hogy a lencséken szemből egy apró kis tükrös minta, vagy akár egy márkajelzés látható. Ezt a viselő természetesen nem észleli a lencséken áttekintve, viszont a lencséknek a tükrösségével is játszanak a tervezők, ugyanis nagyon finom árnyalatokat láthatunk most ebben. Akár egy egyszínű fekete keretnél is nagyon szépen lehet játszani azzal, hogy tarka legyen. Nagyon sok esetben akár gyöngyházra emlékeztető kis egységek is vannak benne. Ezen kívül még nagyon sokszor olyan keretekkel is találkozhatunk, amikor egy alapvetően kerek formához egy szögletes lencsét helyeznek be, és ettől egy nagyon-nagyon érdekes összhatást kapunk. Milyen díszítő elemeket fedezhetünk fel a szemüvegeken? Sok esetben a szemüvegkeret csiszolása önmagában a dísz, akár égköveket idézően, de találkozhatunk ezen kívül még ugyanúgy a strasszkövekkel, különböző színvilágú szegecsekkel a kereteken. Az akár extrém macskás formájú kereteken megjelennek a bőrmotívumok, illetve az állatminta, egy klasszikus visszatérőként. A bőr egy nagyon izgalmas alapanyag, azért is, mert van, amikor átszövik a kereten, vagy pedig nagyon szépen rádolgozzák az alapanyagára. De olyan is van, amikor az acetátot köré öntik, és tulajdonképpen egyedi szemüveg készül, sosem lesz két egyforma. Milyenek a keretek? Milyen formai megoldásoktól lesz igazán stílusos majd szemüveg? Két véglettel találkozhatunk, vagy a légiesen könnyed, fémes megoldásokkal, ahol szinte alig látszik a lencséknek a szárhoz való rögzítése. Egyébként ettől nem kell megijedni, az igénybevételt ezeknek is bírniuk kell. Vagy pedig találkozhatunk robosztus, nagyobb műanyag keretekkel, akár egy erős piros színben. A műanyag kereteknél már nem csak cicás vagy kerek szemüvegekkel találkozhatunk, hanem akár geometrikus, masnikat idéző formavilággal is, melyeket nagyon érdekes színekkel készítenek el, és ettől is egy sokkal formabontóbb szemüvegnek látunk tulajdonosai. Milyenek idén a férfi keretek? Úgy is kérdezhetném, hogy mitől lesz igazán ellenállhatatlan egy férfi, hogyha napszemüveget visel? A mostani férfias kereteknél igazán maszkulin, szögletes formákkal találkozhatunk, amit egy egyenes, teljesen sík kialakítású tükrös lencse még tovább tud hangsúlyozni, de ezen kívül vannak olyan napszemüvegek most, amik egy pár éve divatosak voltak ugyan, viszont most újra értelmezték ezek az egybelencsés napszemüvegek. Nagyon szép fényesek ezek a szemüvegek, illetve szintén nagyon ízléses kialakításúak. A polcokon rengeteg extravagáns kerettel találkozhatunk, az utcán már sokkal kevésbé. Mennyire vagyunk óvatosak, hogyha választásról van szó? Én azt figyeltem meg a munkám során, hogy sokkal nyitottabbak most már az emberek. Megfigyelhető egy ilyen üdítő friss szellőként, hogy igenis stílustudatosak, és nagyon sokan akár színes, akár extravagáns egyedi kereteket keresnek. Együttműködő partnerünk a Trend Optika csoport.